vágy, vágy, vágy. Érzékség. 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 Energia. Energia. Szex, 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 Sokan sok minden gondolnak a szexről. Hétről hétre olyan témákkal jelentkezünk, amik neked is új nézőpontot adhatnak. Induljon be a fucking good sex! Hello, sziasztok, sziasztok, fucking good sex, következő adás. Itt nagyon belelendültünk a, a beszélgetésbe, még a felvétel előtt, <laughs> úgyhogy úgy, hogy most gyorsan bekapcsoltuk a mikrofonokat, hogy ti is halljátok, <laughs> hogy miről van szó. Szóval. Igen, az előző a, a epizódból adódott egy témánk, amivel mennénk tovább. Ez, ez a külső vágy, és belső vágy, hogy hogyan is néz ez ki, hogy Sokak, sokak ugye külső vágyra építik a, a, az életüket, uh -huh. külső ingerekre, hogy mit tudom én, egy, uh -huh. egy szép autó, vagy szép nő, szép mell, vagy, vagy bár, bármi, ami kívül van. És hogy tök érdekes, hogy, hogy ahogy így a Gabi erről beszélt, bennem így fel sem merült, hogy hogy ez, hogy ez ilyen létező, holott pár éve még ugyanebben éltem, hogy. Hogy ott ráment, rá, rámentem ezekre a külsőségekre, hogy, hogy szép autó, szép mell, és majd attól izgulok fel. de, de ez pont, tehát hogy most már így nálam, így azt érzem, hogy eljutottam oda, hogy belül, belül van ez a, ez a belső vágyam, ami amire, amire az, az én felelősségem azt építeni, megtartani, kiterjeszteni. Uh -huh. És utat találni neki. Igen, igen. Mi volt ebbe a te utad? Ugye mondtad, hogy így működtél, és hogy, hogy mi az, ami készített arra, hogy hogy mást válaszszált, vagy mi volt ez az indítatás, ami ezt nálad elindította? Fú, de érdekes. Talán az, hogy mindig a, a, küls a külsőt, amikor a külső vágyat mindig, amikor így megkaptam, az mindig olyan volt, mintha mint tova szaladt volna. Ez, egy, mm -hmm. ez pont olyan, mint mikor egy egy macska kergeti a lézert, és és so, soha nem éri utol, tehát, hogy minél, minél, minél nagyobb dologra irányítja rá, annál, annál többet akar, vagy annál nagyobb, mm -hmm. nagyobb célt akar elérni legközelebb. De ez, ez igazából a mai korunknak a, az egyik legnagyobb korlátozása véleményem szerint, hogy mindig nagyobbat akarunk. Tehát, hogy mi az, ami, mi az, ami belőlünk jön? Mi az, amitől mi vagyunk boldogok eszenciálisan? És hogy. Uh -huh. Igen. Tök érdekes, ezt lehet nézni bármilyen szempontból, szexuális vagy. vagy vagy élet, élet, életszemlélet szempontjából, hogy ki, mi, ki miért hajt, mi betesz energiát. hogy hova akarja azt beépíteni kívülre, vagy belülre. Vagy ezt és az meg... egészet a külvilág miatt csinálja, vagy magáért. Wow. Igen. Mert hogy, hogy amikor ilyet tapasztalok mondjuk egy férfi részéről, amit mondta, hogy amiből régen működtél. És hogy ez van. Ez valamilyen szinten a a bizonyítás magamnak, igen. hogy én, igen, én hogy, ez vagyok. Igen, hát valójában ott ugye... Az ez vagyok, az, az a, nem. Igen, a csinálása annak, hogy Aha. vagyok. Valójában, ha tudná, hogy ő ki, akkor nem kéne ezt bizonyítani. Ha tudná, hogy, hogy ő hogy van a szexben... Vagy be, csak sejteni. Tudta, igen. de nem sejtette. Az <sínt> <sínt> uh, olyan... Nagyon... Igen, az ez... a... Wow. <sínt> Na, hát igen. Szóval. Szóval, hogyan kerülünk igen. belőle? Igen. Uh -huh. És töké, ez bennem egy, hoz egy ilyen üres teret, egy ilyen kérdést, hogy. hogy oké, hogy most én így vagyok belül, hogy most ilyen elazultam magamba figyelve. Uh -huh. Itt ülök, és befogadok, és közben, közben, közben beszélek. Uh -huh. És Igen. Ez, ez, ezzel már belül vagyok. Meg tudod tartani a saját, meg tudod tartani magad, ezért ugye a nők vonzódnak hozzád, mert érzik, hogy biztonságban vannak veled. Meg tudod tartani, de ez ilyen energetikai megtartás. Szerintem. És én például, hogyha ilyen férfival vagyok, aki így tud lenni magával akkor nekem is könnyű, mert mutatod ez ezzel, ezzel részben, hogy, hogy férfiként könnyű megmutatkozni, egy férfi energiát megmutatni egy olyan nő társaságába, aki ezt ítéletek nélkül képes befogadni, ugye őt, ahogy van. Nőként nagyon könnyű így lenni egy ilyen férfi társaságába, aki ilyen jól van magával, aki. Mert ott van ez az ön azonosság, ez a fajta magabiztosság, ez a fajta erő, hogy így, így, tud lenni. Nőként én ezt nagyon imádom, nagyon, nagyon tudok így ebbe tényleg így beleengedni magam, bele lazulni. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ez, ez egy... Vannak olyanok, akiknek ez sikerül saját maguktól zsigérből, de mind férfi, mind női oldalon hogy ide eljusson a nő, hogy ne ítélkezzen a férfi, a férfi meg, hogy saját maga benne álljon a saját potenciájába, a saját erejébe, azért ide nagyon sok munka kell, hogy ide eljöjjön, vagy legalábbis nekem ez a nézőpontom, mert ez a világ, ez nem tanít meg minket arra, hogy ezt hogyan csináljuk, csak egy csomó elvárást kapunk ettől a világtól, hogy neked ezt kéne csinálnod, neked így kéne kinézned, neked nem tudom én mit kéne dolgoznod, vagy hogy kéne, milyen anyának kéne lenned, milyen, milyen izé, embernek kéne lenned, tehát a külvilág felől csak azt kapjuk, hogy Nekünk, hogy kéne, hogy kinézzünk, és nagyon sokszor ennek próbálunk megfelelni, hogy a külvilág mit vár el tőlünk, hogy mi miként létezzünk, mi, 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 mik legyünk. Aztán aztán egy hatalmas kiüresedés van, mondjuk 30-40 éves korra az emberek nagy többségében, mert hogy, hogy megpróbálja teljesíteni azokat a, azokat a Ideálképeket, vagy eszményképeket, amiket a, a külvilág vár tőle, és aztán kiderül, hogy ez neki nem jó. Tehát, hogy ez, ez egyáltalán nem az, ami ő szeretne lenni. Na de akkor ki is vagyok én valójában? Mi is az, amit én szeretnék? Tehát, hogy eleve el kell oda jutni, hogy, hogy fölismeri az ember, hogy, hogy nem csak arról van szó, hogy. hogy a külvilágnak akarok teljesíteni, hanem az, hogy én belülről mi vagyok, és amint ez így így elindul, fel, felbukkan ez a kis csíra, ez elkezd növekedni, és akkor van rá egy igény, hogy ő, ő, ő valami, valami olyan legyen, ami tényleg ő. Ezt viszont, amikor már beleáll ebbe, hogy uh -huh. na, akkor én most már tudom, hogy ki az, aki én vagyok, akkor ezt viszont tök könnyen meg lehet érezni. Tehát, hogy mész az utcán, és egyszer csak nem tudod, miért oda kell, hogy nézzél egy férfira vagy egy nőre, aki, aki nem Claudia Schiffer, meg nem, nem tudom mi, Antonio Banderas, de mégis oda kell, hogy nézzél rá, mert érzed, hogy van valami benne, ami annyira vonzó. Mm -hmm. Nem tudom másképp megfogalmazni csak azt, hogy vonzó, és nem tudod, hogy miért. Úgyhogy, ö... igen. Mert belül van, Na, jól van magával. Igen, Egyszerűen igen. csak van. Igen. És nem csinálja, hogy van, hanem csak van. Okay. És tök, a, most ahogy beszéltél, Lági eszembe jutott egy ilyen hasonlat erre, hogy, hogy mindig, amikor, amikor még, tehát hogy vagyunk, vagyunk úgymond, képzeljük el magunkat egy, egy forró platniként, vagy egy, nem, tehát hogy képzeljük el magunkat egy, ö, egy vas darabként, ami igazából van belül ez az eszenciánk, ami, ami bennünk, bennünket fűt. És hogyha ezt megtagadjuk, ezt a belső, belső valaminket, be, a belső eszenciánkat, akkor, akkor hogyha rácsöpögtetnek, tehát mivel nem fűtjük magunkat, ránk csöpögtetnek vizet, az folyamatosan lefagyasztja, és rétegesen képződik rá egy, egy, olyan, egy olyan réteg, amiben, amiben mi nem tudunk belelazulni, felolvadni. Uh -huh. És a, a másik oldalon, hogyha ezt a ezt platningat, vagy ezt a belsőséges ö, vágyunkat, vagy magunkat igazából éljük, akkor ez, ez igazából ad egy ilyen alap melegséget, ami, amin ezek a, ezek a cseppek ugye szét tudnak folyni rajta, nem, nem épülnek rá, és igazából erre lehet lehet építkezni, és minél jobban felfűtjük ezt a platnit, annál jobban tudjuk át, átélni, megélni magunkat, másokat, és, és és hatással lenni igazán a környezetünkre. Igen. És hogy ez ez jutott eszembe, így hogy, hogy látsz egy embert, hogy ő, ő jól van, őról a süt, tehát hogy őról a igen, Igen tehát, lehetett. hogy ő konkrétan, hogyha ráesne rá valamilyen nézőpont, az, vagy nem feltétlenül nézőpont, hanem valamilyen, valamilyen rossz dolog, vagy valamilyen esemény, akkor abba, abba ő ott lenne, és ezzel a, ezzel a, a hőséggel, ami ő, a szétolvasztaná. Mm. De hogyha, de hogyha az a másik oldal jelenne meg, hogy ez a lefagyottság, szóval, hogyha Ilyen minusz 40 fokra csöpögtetünk vizet, akkor egyből lefagy, abban, abban nem tud feloldódni ez, mm. és nekem egy szóval mási... ez... Igen? igen. Nekem másik... egy másik hasonló, nekem egy másik kép jött föl ezzel Lehet, kapcsolatban. Lehet, hogy Á, Nem vagy de jó. enyém is hasonlóan naturális lesz, mint a tiéd, mm. mert hogy nekem meg az jött föl, hogy hogy egy kicsit olyan ez a dolog, hogy ez a van a szénak ami mindenféle dolog, amit a, az eddig életünk folyamán kaptunk, azok a széna vagy szalmaszálak, a, a, amik alkotják ezt a kazlat. ezeket kaptuk mindenhonnan. És akkor abban van valahol egy gyöngyszem. Most direkt nem tűt akartam mondani, hanem gyöngyszem. Tehát, hogy ebben a széna kazalban van egy gyöngyszem, ami, ami mi vagyunk, ami, ami a mi, mi val, ami mi magunk vagyunk, ami, ami azok vagyunk, akik tényleg szeretnénk lenni, csak mi magunk sem találjuk ebbe a szénakazalba azt az egy darab gyöngyszemet, ami, ami, ami mi, mi vagyunk. És hogyha sikerül ezt a, a sok szénát így lefújni, le és akkor egyszer csak fel, megcsillan az a kis gyöngy, vagy kis gyémánt, hogy megcsillan, és akkor ar, ahhoz, ha hozzá tudsz kapcsolódni, akkor az igen, az, az el tudja indítani ezt az egészet, hogy igen, ez vagyok én, ehhez tudok kapcsolódni, és ehhez utána mások is tudnak kapcsolódni, mert ők, ők is azonnal meglátják, ahogy a, a nap rásüt, és ott csillog valami, jaj, jaj, ott van valami, ami, 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 ami engem érdekel. És, és már nem az lesz a fontos, hogy kívülről hogy nézel ki, mert nem azt látják, hogy éppen a tested milyen, hanem az a lényeg, hogy hogy meg, megérzik azt, aki te a testeddel együtt vagy. Nem. És már nem, nem, csak a, a manökent vagy a, a top, top menedzsert keresik benned, hanem, hanem, és ez fú, és tök jó, hogy ez így jutott, mert ugye a nők általában a manökent keresik, a top menedzser meg az, aki az anyagi biztonság és még a jó egzisztencia mellett még mondjuk ott van neki az is, hogy még hogy néz ki, de hogy ezek ilyen sztereotípiák vagy archeotípusok, amiket úgy azért a, a, a egymásban a nemek keresgélnek, és hogy mi lenne, hogyha ezeket így. De így mélyen, eltudnak... valójában, mélyen valójában ezt az eszenciát keresik. Igen, persze. Csak kívülről csak a külső Ez dolgokhoz a kapcsolódnak, a felszíhez kapcsolódnak először. Igen. És minél mélyebben van magában egy nő, vagy minél mélyebben van magában egy férfi, azt a minőséget keresi, úgymond a másikban. Igen. És, És nekünk a felelősségünk, e, hogy ezt a, az eszenciánkat, ezt a gyöngyünket megtaláljuk Igen. a kazalban. Igen. Mert, ö, mert akkor tud igazából megmutatkozni vagy csillogni a a másik mellett. Igen, Vagy és... igazából önmagában is csillog. Aha, ez ott igen. van, ez, ez kerek egészként, nem és kell az nem az kell neki semmi. 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 Igen. Igen. És most van pont, pont nagyszerű... ugyanez, hogy hogy szex, legyen szó szexről, legyen szó életről, legyen szó erotikáról, táncról, Bármi. bár, bármiről, ez eszenciálisan ott van, magunkat éljük. Uh -huh. Igen, erre van egy nagyszerű energia, én szoktam ilyen kezeléseket adni a generatív szexuális energia helyreállítása, és megszüntetése azoknak a mágneses vonzódásoknak, amik ugye valójában nem is tápláló, csak ugye bekapcsol ez a felszínes uh -huh. vonzódást, és ugye ez a generatív szexuális energia, ez nekem annyira megjelent, hogy viszont te mondtad ezt a vas, és ugye, hogy a víz, és hogyha ez a vas, ugye, ami lennék, ez tényleg ott van, ez a, ez a forróság, ez a tűz, ugye ez a lényünk tüze, ahogy így vagyunk. Nekem ez megjelent az a kép ennél a hasonlatnál, hogy ahogy rácsepeg a víz, ugye akár valami olyat is létrehozhat, ami eddig nem volt, tehát a generatív szexuális energia, ha áramlik bennünk, és tényleg ez helyén van, ugye a generálás az valami olyan dolog létrehozása, ami eddig nem volt. Tehát itt is volt a vas és a víz, a ráb cseppen a vízre, a tűzre, akkor hozzá, ami gőz, el is gőzölökhet. És tényleg létrejött egy harmadik dolog, ugye, csak így a kémiát nézem, ugye? és hogy, hogy ez annyira fantasztikus, mert ha így tudunk lenni, ezzel a szexuálisság, ez az orgazmikussága, ez egy olyan teremtő életerő, hogy ez így, így lenni, így létezni itt, és így létrehozni, generálni dolgokat, bármi is legyen, akár egy étel elkészítése, vagy egy, mit tudom én, milyen vállalkozás létrehozása, tehát így próbálok ilyen mindenféle végletet mondani. Ez, fú, tehát ez, ez egy élvezetes is így, létrehozni dolgokat, az, ami így létrejön, és sokkal élettelibb, ízletesebb, mondjuk, ha a leves, vagy egy vállalkozás egy tényleg egy ilyen pulzáló, életteli dolog lesz. Szóval, hogy szerintem ez így, így az egész létezésre kiterjeszhető. Ugye, erről beszélünk folyamatosan, hogy nem csak a szexre, nem csak az aktusra, hanem tényleg így létezni, teljesen más minőség. Igen, és talán ez is a célunk ezzel a podcasttal, hogy, hogy levegyük a szexről a fókuszt, vagy a, Ilyen alsó harmonikusokként Igen. a farokpináról, a szexről Igen. levegyük a hangsúlyt, és visszatérünk magunkhoz, az eszenciánkhoz, és abból az eszenciánkból tudjunk kapcsolódni a, a szexhez. Tehát, hogy először magunkhoz, majd a szexünkhöz, a vágyunkhoz. Tehát, hogy mi nevezhetjük ezt bárhogyan is, de az élésünkhöz. És ott igazából az már tök, teljesen mindegy, hogy hogyan ölt formát ez a ez a dolog, meg hogy kivel vagy, vagy hogyha egyedül vagy. Így van. Ez nagyon a jó vállalkozásoddal, kivel. a igen. szexeddel, az ételeddel, igen. Az, már, az már egy ilyen megosztás, tehát hogy ezek ilyen felületek lesznek a megosztásra. Igen, nagyon hogy... jó. Az ahogy mondod, hogy ez a megosztás, mert tényleg ez olyan lesz így, hogy meg Te is érték. van ez, hogy, hogy, hogy igen, a megosztás is egy érdekes szó, hogy, hogy ahogy így vagy, ez mint egy ilyen pillangó effektus, így, így ez, ez, legyen a, így tudod, van. mint egy vírus, inkább igen. Ez, ez terjedjen. A... Igen. Tehát, hogy ez a, a szexuális, szexuális, szexuális orgazmikusság a... vírus, a tudatosság a... vírusa terjedjen. Igen. Igen, és hogy tényleg ez így... Mi igen. hajlandóak vagyunk szájon szá... A... átterjeszteni. Az éterben terjeszteni. Jó, én hajlandó vagyok befogadni. Hát, nagyon jó, itt a fúró igen, beindít, igen, beindít. igen. Beindítjuk még a fúró falfúrunk, a falfúrunk, és igen, az igen, az igen, itt beszélgettünk róla, hogy még a, valami, valamikor a 80-as években azt hiszem volt egy, egy, film, egy magyar film, aminek az a neve, hogy falfúró, és hát nem, nem, csak a falat fúrta a magányos hölgyeknél, hanem a szerszáma mindig kéznél volt, úgyhogy nagyon ajánlom figyelmetekbe, ha még nem láttátok, akkor nézzétek. reméljük, hogy előkerül a másik szerszáma. Ja, is igen, pont a arról hogy elő lenni a másikat, mert most már idegesít minket. Nem tudom, mennyire hallatszik a felvétel, tényleg megy a fúrás ezerrel. Úgyhogy, ja. Na, szóval hogyan tudunk kapcsolódni ehhez az eszenciánkhoz? És egyébként ez tök érdekes, hogy, hogy ehhez lehet könnyedén is. Hogy, mert bizonyos, bizonyos formában tényleg, hogyha nagyon sok rétegződés van rajtunk a szüleink által, így a környezetünk által, bizonyos ilyen kondíció, kondíciók által, a külvilág által, de hogy hogyan tudjuk magunkat ezt felmelegíteni, ezt a kis, kis, kis vaslapot, ami, ami szépen lassan felmelegít és eloszlatja, a, ami, ami korlátoz és akadályoz, hogy, hogy megtapasztaljuk uh -huh. ezt a saját eszenciát. Te hogy jutottál ide? Milyen módszerekkel, Laci? Amikor ezek a, ezek a ö, falak, páncélok, rétegek, ö, letudtad így magadról hántani, omlasztani, oldani. Még, mi, még nem mondanám biztosra, hogy ez folyamatosan sikerül, hogy ilyen, ilyen forró platinak, még nem mondanám magamat, mm. inkább azt mondanám, hogy hogy ilyen folyamatos melegségben tartom magamat, és a, a testemet magammal, és így keresgélem még a, az utat, mm. hogy hol tud ez hol tud ez kifejeződni, kiterjedni, és hogy hol tud jobban ez melegedni. De én azt, azt gondolom, hogy, uh -huh. és így Biztos azt érzem is, <laughs> ja, az ja, hogy jó ötletem, hogy tudnád megmelegíteni. Ja, én hallom én a szomszédszobában. Igen, hogy hol, hogy hol, hol. De még akkor úgy, tudom, úgy, úgy veszem ki, hogy akkor van még kapacitásod ebbe. Minden, mi, mi, miről beszélünk? Most várjunk csak. Mi van a Nem, szóval én azt gondolom, hogy magamban, hogy mindenképpen, hogy jó úton haladok e felé, hogy folyamatosan visszatérek magamhoz, megtaláljam magamat üzletben, szexben, bármilől is legyen szó. Mi volt neked az indítatás, hogy egyáltalán ráléptél erre, a, erre az útra? Beszéltél erre, erről, hogy amikor a macska kergeti a lézet, és olyan volt, mint hogyha ez ilyen kielégíthetetlen, nem, nem lenne, többet. Nem, hogy mi ez, volt a szint? Ez a test? van, akinek na. ez tökre rendben van. Tehát fel sem merül az, hogy ez így nem oké. Okay. Fú, szakérdekes. érdekes. Ez nálam ilyen 7-8 éve kezdődhetett, amikor így amikor így álltam a szalag mellett, kitaláltam, vagy eldöntöttem azt, hogy na, soha többet nem fogok dolgozni 12 órába, 150 ezer forintért, elmegyek innen tök mindegy, hogy mi lesz, ennél csak jobb lehet, hogy ott voltam 20-ig szévesen tényleg így megélt tehát, hogy szüzen pénztelenül tehát, hogy anyámnál laktam, macskám volt tényleg minden nőhelyű lábadik tényleg is így Ja, és akkor ott eldöntöttem, hogy ez változni fog, tehát hogy soha többet nem vagyok hajlandó megváltoztatni. Ha, igen, tehát hogy konkrétan ott eldöntöttem, hogy ez a dolog változni fog valamilyen módon, és és én elfogom először, és először ez úgy döntött formát, hogy, hogy nyilván a külsőségek felé mentem, hogy Jobb állás, ö, több pénzt kerestem, de hogy nem, igaz, nem, nem igazán ez volt a, a lényeg. Most most már egy visszatekintek, akkor volt egy ilyen nagyon erős felívelés, mert hogy nekem hordadás javító, cégem, cégünk van egy kollégámmal, és hogy ott majd, hogy milyen jól fogunk mi ebből keresni. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy most már nézen, azt néztem régen, hogy mennyit fogok keresni ebből, most meg már azt nézem, hogy milyen élmény tud ez adni, hogy, hogy, ez jó érzéssel fog eltölteni, hogyha ezt megcsinálom. És igazából most már az is kérdésben vagyok, hogy mi az az összeg, amiért ilyen jókedvűen megcsinálom. És hogy nem, nem a, 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 pénz a fókusz, hanem lekerült róla, és talán most már az, hogy, hogy én hogyan tudom azt könnyedén csinálni jó érzéssel. És nyilván ehhez hozzátartozik a pénz, Hát, hogy De az tart, már. Eleve. Igen, 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 igen. De Tehát, hogy az... már most már fontosabb az érték, fontosabb az, hogy én hogy vagyok ebben a dologban benne. És az a, a pénz az csak egy ilyen melléktermék. Tehát, hogy pont a, a, kül, a kívül lévőségnek úgymond a, a pénz a, a, fo, a formája. És hogy azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten ez már, ez már ilyen. Ilyen nagyon zsák jutott. Tehát, hogy az, az ilyen nagyon véges a az energia, én... ez a ez, ez a fajta energia, hogy én... hogy most már bennem felmerült az, hogy tényleg hogy mélyen a nagyon az érték az érték a fontos, meg hogy Köszönjük. én ki vagyok ez a minőségi, minőségi megélésed van, és ezért tudjál... Minőségi megélésem saját magam És, és ki... nem kell az a az a jobb autó, meg nem kell a, a jobb bor, a tízezer forint, a drágább bor, vagy... Nem feltétlenül. Dehát, hogy az a, nem feltétlenül. Tehát, hogy legyünk kérdésben ezzel, hogy, hogy oké, okay, hogy, hogy mi az, ami, ami tényleg kér a testem? Akár a szexben egy, egy minőségi... Tehát, hogy egy, egy szorítást kér, egy simogatást kér. Tehát, hogy mi hív meg engem magamhoz? És hogy mi teremti meg ezt a, a belső intimitást magammal. És hogyha valakinek ez a, ez a, ez a belső indítatása, hogy mindig mindig tízezer forintos bort vesz, akkor az is rendben van. Csak hogy, csak hogy nem biztos, hogy ez egy év múlva is ez lesz. Uh -huh. Tehát általában nem, ahogy én így rájövök magammal, hogy ez, ez folyamatosan Változik. Tud, Változik. tud változni. Itt, itt nekem és hogy a... mi is változunk, és mi is az eszenciánk is más arcot formát tud dönteni az évek során, és hogy bárhogy is nézzen ki. Hogy én most mondhatom magamat korpadásjavítónak, javítónak, vagy erotikus masszörnek, vagy, vagy most podcast beszélőnek, de hogy igazából belül lényekként a, az eszencia ölt valamilyen módon formát, az én vágyammal vagyok itt jelen. Itt, uh -huh. itt amit én érzek, az az, hogy hogy ott volt egy olyan szintű, egy, volt egy olyan pont az életedbe, amikor egyszerűen azt érezted, hogy ez így nem mehet tovább, ezt én nem csinálom tovább, és most bármi történjen, akkor is volna. mást választok, akkor is mást fogok csinálni, és ahogy ez megvolt, beleálltál a változásba, és onnantól kezdve könnyebb lett. Tehát hányszor van az életünkbe az, hogy, hogy érezzük, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy szeretnénk. Most ez lehet szex, párkapcsolat, család, munkahely, anyagiak, bármi. Nem úgy megy az életünk, mint ahogy szeretnénk, de még mindig nem választunk. Még mindig ott maradunk, beleragadunk, benne vagyunk, és hogy mi kéne ahhoz, Kedves hallgató, hogy ne ragadjál bele, ne álljál meg, ne, ne fagyazd le magad, hanem... Egyébként, de, de az is tök jó, hogyha beleragad. Tehát, hogy minél nagyobb lesz rá a rétegződés, annál jobban le fogja nyomni ez a... Ezatól annál nagyobb súly helyeződik rá is. Tehát lehet, hogy. Súly helyeződik ránk, és annál nagyobb a felelősségünk, hogy ezen változtassunk. Lehet hogy, lehet, hogy igen, benne vagy, mert még azt látod, hogy kicsi a gyerekem, nem akarok elválni, nem tudom. Tehát, hogy vannak valami indokok, de, de mi van, hogyha van, van jobb, mi van, hogyha van más, milyen, milyen más lehetőségeket tartogathat nekünk az élet minden területen, hmm. mint amit elbírtunk képzelni eddig. Mert vannak más lehetőségek, és mi van, hogyha mindenki csak a saját életében megcsinálja azt a változást, amit, amire ő azt mondja, hogy na köszi, én ebből nem kérek tovább, megcsinálja a változást, az mit tudna elindítani mindenkinek az életében. És mit, milyen szexet tudna az behozni az életedbe, hogyha odaállsz a párod elé, és azt mondod, hogy figyelj, oké, okay, eddig ez volt, most én azt szeretném, hogy változzon. Milyen változást tudunk itt mi most ketten ebben az egészben csinálni? És ezt az egész életet területén mi kéne ahhoz, hogy ezt megted? Milyen más lehetőségek bukkanhatnak fel akkor, mert hogy, hogy ö, ugye vannak ilyen nagyon-nagyon cuki mondások, hogy ha egy ajtó kinyílik, akkor más, egy, egy ajtót becsuknak, akkor másik kettő kinyílik. Szóval, hogy vagy-e vagy -e már azon a szinten, hogy azt mondjad, hogy én most már a változást választom? Igen. És mennyi okot és igazolást használunk arra, hogy megteremtsük azt a szexet, amit választunk? Vagy mennyi okot és igazolást tudnánk tényleg felsorolni arra, hogy megteremtsük azt az életet, amit választunk? Ugye egy csomóan azt mondják, hogy hát, de ugye elkezdenek mindenféle okot felszólni, hogy ezért, meg azért, meg amazért, igazolják, hogy hát de ezért, meg azért, meg amazért. Tényleg, hogyha egy őszintén magaddal... De őszintén. az még ellenállás. És Igen, hol van a másik szóval. oldalon az Erre alázat, Igen. az alázat, és a beleérzés abba, hogy... Igazából inkább a megengedés. Mind, igen. Mind, igen. Jaj, hát, igen. Jaj, most ebből szóval nekem nagyon valami, valami nagyon, nagyon feljött így a, a, a szexel, meg a házasságomnak a végével kapcsolatosan. Uh -huh. És például az volt, hogy a, a házasságunk utolsó idejében hát, a testiség az így kimaradt az életünkből. És nagyon sokszor volt az, és egyébként pedig imádom az embert. Tehát annyira most is imádom, hogy azt nem tudom elmondani. De hogy annyira sokszor bennem volt az, hogy Miért nem közeledik hozzám? Annyira uh -huh. szeretnék szexelni. Mikor jön már? Kezdjünk már. És ahelyett, hogy komolyan most visszavondott, tök-tök hülye voltam ahelyett, hogy amikor ez feljött, hogy mikor jön már oda hozzám, ahelyett oda mentem volna, igen. megöleltem volna, és megcsókoltam volna, és bocsánat, hogy ezt mondom, de leszoptam volna. Mert hogyha ha, 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 ha bennem ez feljött, ha, ha. lehet, hogy nem is az enyém volt, ha, ha. lehet, hogy ez az övé volt, és ha lehet, hogyha én megtettem volna az első lépést, akkor, akkor tök másképp alakult volna, és nem pedig az, hogy belemegyek egy ilyen hibáztatási ha. játékba, hogy Azért meg nem agyalásba. szexelünk. Igen, azért nem szexelünk, mert te sokat dolgozol, mert nem jössz haza, meg nem tudom én micsoda, és hogy hibáztattam folyamatosan, ahelyett, hogy azt csináltam volna, nyilván most fogom a fejemet, itt látják is a többiek, tehát hogy ahelyett, hogy azt csináltam volna, hogy amikor ezt megérzi, megéreztem, hogy ó, most tök jó lenne egyet dugni, akkor oda mentem volna hozzá, és bocsánat, leteperem az asztalra, és akkor Hát nem tudsz elfutni. Okay. <laughs> vagy ha igen, akkor futok utánod. <laughs> jó, és hogy minden ilyen volná, tényleg akkor így engedjünk el meg ezeket az okokat és igazolásokat, De... és hogy mi lenne, ha elengednénk. Tehát, hogy most mi az, ami oké, okay, most mi az, ami van véletlenül ilyen hogy... helyzetben. Vagy igen, tehát hogy mi, mi az a mi az a miért megtennéd? Tehát mik az igenek, mik a, és mi az a, mik az a nemek? És hogy egyáltalán, hogyha már rálátunk, ez is tök jó, hogy így az Ági mondta, hogy hogy most abban volt, hogy ő nem merte kifejezni azt, hogy őnek igénye lenne a szexre. Tehát, hogy ott volt egy csomó nézőpont, ami. Meghibáztattam, hibáztattam, és rosszát tettem, hogy ez miatta van. A fejedben ez valahogy ki kellett volna, hogy nézzen. De ahogy így lementél volna a tested, vagy éber voltál a testednek az igényeire, de a fejed letiltotta, mert azt mondta, hogy hát neki kéne íze. hát, tehát, hogy a nemek. Tehát, hogy hol vannak az igenek, hol vannak a a vágyunkra az igenek, hol vannak a... Tehát, hogy nincs ilyen, hogy szint, meg, meg első lépés, meg neki kellett volna, okay. hanem, hogy a felmerül bennem vágyként valami, akkor kifejezzem. Az az én felelősségem onnantól, hogy, mm. hogy, hogy, kifejezem. És hogyha utána szar lesz valami, hogyha nem úgy érintett, vagy nem úgy, nem úgy csinálta, akkor legyen hajlandóságom az kifejezni. Igen. Tehát, hogy Igen. egyrészt magammal ez egy hatalmas sebezhetőség, hogy mm, bassza meg, hogy valamit már fel, felépítettem, hogy én már ez vagyok, akkor, akkor ez abban már sérülni fog a, a sebezhetőségben. Tehát, hogy én, hogy én, hogyha eldöntöm magamról azt, hogy én, én nagyon jól szexelek, akkor akkor nem tudok kérdésben maradni, és, és visszamenni oda, hogy akkor most hogyan, hogyan, fogom tudni megélni, megélni a vágyamat a magammal, vagy a másikkal. Igen. Igen. És elveszik az, amiről igazából beszélünk, vagy amire rápróbálunk világítani. Igen, ami az én életem, egy bocsi, visszakanyarodva egy kicsit ehhez, igen, kíváncsi vagytok a ti. Igen, kifejezni a vágyaimat, vagy azt, hogy én mi a testi At, amit itt most az Ági elmondott, hogy ugye megálltott egy csomó vagy nem merjük Legtöbbször az áll mögötte, hogy a visszautasítástól való félelem. Uh -huh. És hogy tényleg, ahol félelem van, ott az a félelem az elrejti azt a kapacitást, ami. Tehát, hogyha felbukkan egy félelem és ez sosem valós. Tehát ez mindig egy ilyen, egy ilyen zavaró ö, beültetés. Tehát elvisz attól, ami. Mögötte van. Ha mögé tudnál nézni, hogy mit rejt a félelmed, akkor pontosan az van ott, amit tényleg meg tudná élni. És igen, és a visszautasít, soha nem rólad szól. Róla ja. szól. Tehát, hogy ez ez nagyon fontos. Tehát és nem mert, is biztos, hogy azért utasít vissza, mert hanem mert mondjuk találkozója lesz 10 perc múlva ez, vagy. Igen. Tehát, hogy, hogy, tényleg legyetek ott, hogy, hogyha van valamilyen vágy, igény, és ott van hozzá partner, azt fejezzétek ki, és az, hogy, hogy kérjétek azt, hogy ez most úgy fejeződhessen ki, ahogy az a, tényleg a legnagyszerűbbet teremti. Tehát lehet, hogy ahogy Ági mesélte itt valamelyik részben, hogy egy érintés során sokkal nagyobbat adott neki, mondjuk, mint hogyha itt egy szexbe mentek volna, lehet, hogy akkor az az érintés, vagy akár itt, ahogy mondtad az előbb, hogy hát akkor leszopod is kész, hogy lehet, hogy az a pillanat azt teremti a nagyobbat. Tehát, hogy ezt is próbáljuk úgy, hogy én ne fejből, hogy kikövetkeztettem, Nem, hogy, van, hogy most van. mi, hanem tényleg, hogy ott az a pillanat, az, az mit rejt. Merjétek vállalni magatokat, ne féljetek a visszautasítástól. Na akkor lenne nekem egy következő témajavaslatom, ez a ez a sebezhetőség a szexben, ez a következő Jó, és epizód. akkor ez a következő epizódunk, úgyhogy mindenkit várunk sok szeretettel. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!